Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Jaj, és dicsértessék a Jézus Krisztus. Ugye Ferenc pápa is így kezdte valamikor, amikor megválasztották, hogy kilépett, és mindenki azt várta tőle, hogy majd nagyon hivatalosan fog majd megszólalni. Helyett, amikor kilépett, akkor úgy köszöntött mindenkit, hogy hát jó estét kívánok mindenkinek, kedves férfiak, nők, barátaim. Tegnap este érkeztem felső tárkányba az unokatestvéremékhez, és amikor megérkeztem, akkor a udvar bejáratánál a kis szálkászörű tacsijuk a szotyiót fogadott, és nagyon ugatott. Idegen voltam neki, és hát eltelt egy jó pár perc, mire aztán lassan-lassan úgy, úgy közelebb jött hozzám, szagolgatott, ismerkedett, és aztán a végén teljesen összebarátkoztunk, úgyhogy nagyon nagy cimborák barátok lettünk. Azért mondtam ezt nektek, mert hát valahogy egy picit így érkeztem én is ide, most vagyok életemben először Egerszalókon, bár rengeteget hallottam már róla, és hogy ez egy, egy milyen, milyen jó kis találkozó, hogy úgy bejöttem, úgy nézelődtem körbe, egy kicsit úgy idegen volt minden, aztán úgy szépen lassan itt a Regináink segítségével Kezdtem felfedezni magamnak mindazt, ami, ami itt zajlik, illetve találtam magamnak ismerős arcokat, és most már kicsit felbátorodva tudok találkozni veletek. Néhány gondolatot szeretnék arról beszélni nektek, vagy egy kicsit úgy együtt gondolkodni veletek, hogy, hogy számomra a három mai pápa alakja miért fontos, hogy mi az, amit, amit mondjuk tőlük tanulhatunk, vagy, vagy számomra mi az, ami velük kapcsolatosan élmény. Szeretném ezt megosztani veletek, illetve meghívni benneteket arra, hogy, hogy fedezzétek föl őket magatok számára. általában ilyen hivatalos megnyilatkozásokban, az a leggyakoribb hivatalos megnyilatkozásokban találkozunk a pápák alakjával, bár néha világi média sajtó is felkapja őket egy-egy hír kapcsán, egy-egy érdekes hír kapcsán, Ferenc pápánkkal kapcsolatosan bőséggel vannak ilyen hírek. De azért érdemes felfedezni a többieket is, rájuk csodálkozni. Én mégis úgy szeretném most kezdeni nektek, hogy Ferenc pápának az első írásából, hivatalos írásából, melyik az a cím, hogy Lumen Fidei, a hit világossága, ebből egy rövid részletet felolvasni, nem lesz nehéz szövegigérem, de ez a szöveg, számomra döbbenetes élmény volt, ezt egy pápától ilyen formában hallani. Ezt írja a pápa. Az egyház ugyanis soha nem befejezett tényként tekint a hitre, hanem tudja, hogy Isten ezen ajándékát mindig táplálni és erősíteni kell, hogy tovább vezéreljen a maga útján. A második vatikáni zsinat felhagyogtatta a hitet az emberi életen keresztül végig kísérve a mai ember útjait. Így láthatóvá vált, hogyan gazdagítja a hit az emberi élet összes dimenzióját. E hitre irányuló reflexiók folytatva mindazt, amit az egyház tanító hivatala ezekről a teológiai erényekről tanít, csatlakozni kívánnak mindahhoz, amit 16. Benedek a szeretetről és a reményről szóló enciklikáiban elmondott. Ő szinte már teljesen elkészült a hitről szóló enciklika első fogalmazványával, mélységesen hálás vagyok neki érte, és a Krisztusban élő testvériségben átveszem értékes munkáját hozzátéve néhány kiegészítést. Péter utóda ugyanis mindig tegnap, ma és holnap arra hivatott, hogy erősítse meg testvéreit a hit azon mérhetetlen kincsében, melyet Isten világosságként ajándékoz minden ember útjához így első hallása talán nem volt olyan nagyon könnyű mégsem ez a szöveg, ami engem igazán megragadott ebben, hogy Ferenc pápa úgy kezdi az első nagy írását, hogy ezt nem maga találta ki, Nem arra hivatkozik, hogy hát ott van az én elődöm, Benedek, aki elkezdett írni a három isteni erényről, a hitről, reményről, szeretetről, és hát már majdnem befejezte ezt a munkáját, a hitről szóló munkáját, amikor amikor váltás lett az egyházban, és Ferenc azt gondolta, hogy nem újat talál ki, vagy újat ír, hanem folytatja, átveszi azt, amit elődjétől kapott, vagy amit az elődje elkezdett. Beletette a saját gondolatait, de mégis folytatta azt, amit az elődje elkezdett. Számomra ez egy nagyon fontos gondolat, hogy ilyen nagy ember, vagy aki számomra ilyen nagy ember, képes arra, hogy azt mondja, hogy gyerekek, én folytatom azt, amit más csinált. Én nekem nem kell extrát és újat kitalálnom, hanem abban a nagy egészbe beilleszkednem. Mert hogy az jó. Nem egyedül vagyok hívő ember. Szokták mondani, hogy, hogy a hit az magánügy, vagy legalábbis egy, volt egy időszak, amikor ezt próbálták elhitetni velünk, hogy, hogy magánügy. Persze igen, nagyon fontos, hogy nekem legyen személyes Isten kapcsolatom. Hogy a templomon kívül, a hétköznapjaimban, az iskolában, a munkahelyemen, a családomban, vagy bárhol, ahol megfordulok, én az Istennel élő kapcsolatban legyek. Hogy rácsodálkozzak arra, hogy ő mivel ajándékozott meg engem, merjek és tudjak ennek örülni, de én nem magamtól vagyok hívő. Én azért tudtam hívő lenni, azért tudok hívő lenni, Egyrészt, mert az Isten megajándékozott engem a hit ajándékával, másrészt pedig kaptam sok mindent azoktól az emberektől, akik előttem élnek, éltek. Ugye ennek a találkozónak az a szlogenje, hogy rád építek. És hogyha a hitemre nézek, akkor az sem működik másképpen, mint ráépítek azoknak az embereknek a hitér, akik előttem éltek. Én azért tudok ma hívő emberként, katolikus hívő emberként élni ebben a világban, mert voltak emberek előttem, akik katolikus hívő emberként éltek. És ők ezt továbbadták. És megfogalmazták a maguk számára, vagy éppen az egész egyház számára. Ahogy Ferenc pápa is tette, ő ráépített Benedek gondolataira. És adhoz tette hozzá azt, amit ő látott meg, amit ő tudott megfogalmazni. Van érdekes nézni ilyen szempontból mondjuk a saját hivatásomat, vagy egy papi életet, mert az egyház gondolkodását is ez jellemzi. Én azért akkor lettem pappá, amikor a püspök rám tette a kezét, és felszentelt engem imádkozott értem. És akkor onnantól kezdve élek az egyházban papként, a saját egyházmegyémben, a Székesfehérvári egyházmegyében, és a püspök számít rám, azon a plébánián, ahol én vagyok. Vagy mondhatjuk azt, hogy épít rám, ha ezt a kifejezést használjuk. Én nem magamtól találtam ki azt, hogy én Székesfehérváron akarok plébános lenni, nem magamtól találtam ki, hogy én kórházba vagy börtönbe akarok járni, és ott találkozni emberekkel, számukra is a, a hitet, a, a hitnek az örömüzenetét továbbadni, hanem a püspök bízott meg engem, rám tette a kezét. Vagy egy lépéssel följebb nézve, vagy egy nagyon szép kifejezésünk, idézőjelben mondom, mert nem egy könyv, szóval apostoli szukcesszió, apostoli folytonosság, ami arról szól, hogy a püspökök vissza tudják vezetni az ő felszenteltségüket egészen Péter apostolig. Egy püspöket úgy szentelnek föl, a szentelési szertartás egy nagyon fontos része, hogy legalább két másik püspöknek ott kell lennie, és ők imádkoznak érte. Egységben kell lenniük velük. A püspök mondhatjuk idézőjelben, így a püspöktől kapja a feladatát. Az Isten az, aki meghívja őt, de ha a földi szempontból nézem, akkor a püspöktől kapja a feladatát. És a püspökök Péterre építenek. Aki Péterre a kőre épít, ráépít, az a katolikus. Aki nem fogadja el azt, hogy Péter utóda az egyháznak a feje, és nem erre épít, nem az ő tanítására épít, és nem így gondolkodik, az nem a katolikus egyházhoz tartozik. Lehető hívő ember, lehető keresztény ember, de ő nem katolikus. Ha nem vagyok egységben a pápával, ha nem arra építek, ahogy ő gondolkodik, ha nem próbálom őt megérteni és ezt szerint alakítani az életemet, akkor én nem ennek a közösségnek a tagja vagyok. És persze Péter sem magától lett Péterré, hiszen Simon volt az eredeti neve. Jézus adott neki egy ilyen becenevet, hogy te kőszikla vagy, Péter vagy, és én erre építem az egyházamat. És aztán még tovább nézzük, akkor Jézus is úgy élt, hogy ő meg az atyától kapta a, tanítá, a küldetését. Mondhatjuk azt, hogy az Atya azt mondja Jézusnak, hogy Jézus, én építek rád. Építek arra, amit te tudsz. Eljöttél ide a világba, édes fiam, és átadod ennek az egész világnak azt, hogy én mennyire nagyon szeretem. Mindazt, ami ebben a világban, valamit én megalkottam. Benne az embereket, a bűnös embereket, akik elbotlanak, de én szeretem őket. Én szeretem őket. Vannak olyan hittételek, vagy tanítások, vagy az egyház életében gyakorlatok, amelyek változnak. Ezek azok, amik aktualizálva vannak. Szokták mondani, kicsit így vádként a katolikus egyház felé, hogy olyan maradiak vagyunk, nem alkalmazkodunk a világhoz, nem használunk mindenféle eszközöket arra, hogy, hogy, hogy még népszerűbbek legyünk. De használunk, csak nem minden áron. Nem olyan rég találkoztam egy mobiltelefon, mobil amit le is töltöttem magamnak, ami a Ferenc pápáról szól, nem tudom, hogy hányan találkoztatok már vele. Ugye játék, hogy a Ferenc pápa a vatikáni háztetőkön futkos, és akkor szedi össze így a mindenféle kis pénzeket, meg, meg bibliát, meg nem tudom, mindenféle ilyen dolgot. Ezzel most persze reklámot csináltam, de Aranyos játék. De hát ott vagyunk a mobiltelefonon is. Hát más egyházak képviselőit még nem láttam mobiltelefon applikációban. Mondjuk ez is jelez valamit talán Ferenc pápával kapcsolatosan. Szóval vannak dolgok, amik, amik úgy, amikben úgy alkalmazkodunk a világhoz. A, a megjelenésben, stílusban, interneten ott vagyunk. Hogy a pápák ezt is nagyon sokszor mondják, hogy vegyük észre, használjuk föl használjuk ki ezt a lehetőséget, amit a tömegkommunikáció ad nekünk. De nem lehet mindenben alkalmazkodni. Vannak dolgok, amelyek nem változhatnak, amelyekre építünk, amiket nem engedhetünk el. Vannak dolgok, a külsőségek azok változhatnak. Éppen aktuálisan milyen a miseruha formája, hogy, hogy hogyan vagyunk jelen a, a Szent hogyan imádkozunk. Biztos hallottatok ezekről, milyen változások voltak mondjuk a Vatikáni Zsinat után az egyház életében. Ezek beleférnek, ezek változhatnak, de a tanítás az nem változhat. Abból nem engedhetünk. Bármennyire is szeretnének a világi média hatást gyakorolni az egyház életére, vagy a közgondolkodás, nem változhatnak. A második vatikáni zsinat az nagyon nagy fordulat volt az egyház életében. Így fogalmazza Ferenc pápa, hogy felragyogtatta a hitet az emberi életen belül, végigkísérve a mai ember útját. Nagyon izgalmas olvasni a zsinati dokumentumokat, nem könnyű olvasmány. Vagy lehet, hogy azt mondjuk nekem, papnak mindenképp izgalmas olvasni, hogy mondjuk egy jó ötven évvel ezelőtt hogyan látta a katolikus egyház, vagy a katolikus egyház képviselői azt a világot, amiben benne élünk. És hogyan látta mindazokat a külső dolgokat, amik körülvesznek bennünket, a más vallásokat, a médiát, a nem hívő embereket, és mindent, ami, ami körülöttünk van, és hogy kereste a párbeszédet. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy dolog. A három pápa, három idézőes mai pápa, ugye Szent Második János Pál pápa, Benedek XVI. Benedek pápa és Ferenc pápa is a zsinat kortársa volt. De ők is úgy Élték meg ezt a folyamatot, hogy belekapcsolódtak abba, amit az elődeik elindítottak. Van egy kifejezés, ami a zsinathoz kapcsolódik, amit úgy hívnak, hogy átgyornamentó. Ezt valahogy talán úgy lehetne fordítani, hogy nyitás. Valaki úgy fogalmazta meg számomra, vagy úgy fogalmazta meg ennek a kifejezésnek a jelentését, hogy ez az átgyornamentó, ez olyan nyitás, mint amikor kinyitnak egy ablakot hogy bent vagy egy szobában, minden szép rendben van, de ha nem szellőztetsz, hát akkor egy idő után nem biztos, hogy szívesen jönnek hozzád látogatóba. Volt egyszer, kétszer már ilyen élményem. És az ember úgy szíves szerint, hát még csak vendégség van, nem csinált ilyet, de szíves szerint annyit csinál csak, hogy oda menne az ablakhoz, hogy kinyitná, hogy jöjjön be egy kis friss levegő. Szellőztessük már át ezt a lakást. Nem akarok én itt semmit se átrendezni, csak legyen benne friss levegő. És ez az adjornamento, ez a nyitás, ez gyakorlatilag erről szól, hogy nyissuk ki az egyház ablakát. Ne zárkozzunk be magunkba, hanem jöjjön be egy kis friss levegő. Vegyünk friss levegőt. Lehet talán így is mondani, hogy alkalmazkodás, korszerűsítés, de annak jegyében, amiről az előbb beszéltem nektek. Hogy vannak dolgok, amik változhatnak, és vannak dolgok, amiket ki kell szellőztetni hogy úgy jobban érezzük magunkat. Ennek az alkalmazkodásnak, ennek az ha az alapja a párbeszéd. Hogy meg akarom érteni a másikat, hogy a másik számára is érthetően tudjam neki elmondani azt, hogy én mit gondolok és mit tartok fontosnak. Szerintem az egyik legnehezebb dolog a világon ez, hogy párbeszédben lenni a másikkal. Ugye amikor a másikkal elkezdek beszélgetni, akkor annak van egy nagyon nagy rizikója, hogy ez a másik megérte engem. hajlandó megérteni engem? Azt gondolom, hogy a párkapcsolat is valahogy így kezdődik, ezért is izgalmas. Hogy ott van az a másik ember, aki tetszik nekem, vagy egy barátság, vagy bármi, ami fontos emberi kapcsolat, úgy kezdődik, hogy egy, ezt az izgalmas lépést megteszem, hogy odalépek a másikhoz. És akkor veszem azt a bátorságot, hogy én nyitok, lépek felé, és ő adott esetben azt mondja, hogy nagyon szép, amit mondasz, de ez nekem nem kell. Nem érdekelsz. Aztán, ha mégiscsak nyit felém, akkor vajon érti-e azt, amit én mondok neki? Mert ez is egy nagy csapda, hogy oké, okay, itt vagyunk, itt vagytok jó páran ezen a, a találkozón, lesznek majd kis csoportos beszélgetések, és aztán beszélgetek egymással, mindegyik őtök magyarul beszél, de vajon ugyanazt értitek-e, amit a másik mond? Egy jó kis magyar szavunk ez, hogy egyetértőek vagyunk-e? Hogy egyetértünk, ugyanazt értjük-e, amit a másik mond? Ez egy nagyon nagy csapda tud lenni. Értem-e egyáltalán a másikat, vagy sejtem azt, hogy ő érte engem? Hogy én mit akarok neki mondani? Lehet, hogy azt mondom neki, hogy mit tudom én, szeretlek, de mit jelent neki az, hogy szeretlek, és mit jelent nekem az, hogy szeretlek? Amíg nem, ért, nem vagyunk egyetértők, vagyis hogy nem tudjuk azt, hogy mind a ketten ugyanazt gondoljuk, addig használhatjuk ezeket a szavakat, de nagyon nagy rizikója van, hogy, hogy tényleg azt gondolja a másik is, amit én. Csak úgy tudok vele kapcsolatba lépni, hogy, hogy, hogy értem a másikat. Van az egyháznak egy ilyen újra felfedezett intézménye, amit én nagyon szeretek, nagyon ős intézmény és nagyon szép kifejezés, ez is ilyen könnyen kimejthető kifejezés úgy hívják, hogy katekumenátus. Nem tudom, hogy hányan hallottatok már róla. Elvileg a zsinat utántól kezdve így kellene felnőtteket a keresztségre vezetni. Ez egy nagyon nehéz út. Mert hogy a kereső embert nem a templomba hívjuk be, és nem azt mondjuk neki, hogy gyere misére. És nem azt mondjuk neki, hogy gyere el a nem tudom milyen találko nagy találkozóra, mert eljön, lehet, hogy eljön, és lehet, hogy valami megragadja, de kapkodja a fejét. Ugye legfőképpen a misékkel szoktam ezt megtapasztalni, amikor mondjuk olyan család érkezik a misére, amiknek a hozzátartozójáért van a mise, egyébként nem járnak templomba, és mi úgy kapkodják a fejéket, hogy most mikor kell felállni, leülni, letérdelni, és próbálják követni a szertartást, és ők is rosszul érzik magukat ettől, mert nem tudják, hogy mit kell csinálni. És ez a katekumenátus, ez arról szól, hogy a kereső embert egy kis csoportba hívjuk meg, ahol beszélgetünk, teljesen hétköznapi dolgokra. Az első jó fél év arról szól, hogy beszélgetünk. Próbáljuk megérteni egymást, megismerni egymást, hogy egyetértők legyünk. És egy idő után eljutunk oda, hogy azt mondjuk, hogy jó, most már akkor, ha beszélgetünk, akkor ugyanazt értjük, akkor odaadjuk neked a Bibliát nekünk ez egy nagyon fontos könyvünk. És akkor megkapja a Bibliát, na akkor kezdünk el a Bibliáról beszélgetni, és akkor is csak arról, hogy téged mi érintett meg egy-egy szentírási rész kapcsán. Már addigra úgy sejtjük egymást, értjük egymást, már tudunk beszélni olyan dolgokról is, ami, ami számunkra egyértelmű, vagy legalábbis érthető. És aztán szépen lassan vezetjük őt be az egyház életébe, és válik a közösség tagjává hogy felfedezi a maga számára azt, hogy mit is jelent katolikus kereszténynek lenni. Ez egy párbeszédes út. És nem könnyű út, mert azért időnként rendesen meg kell küzdenünk a különböző gondolkodásokkal. De egy nagyon szép, csodálatos út. Van egy ikon, amit egy időben nagyon sokat használtak, egy nagyon népszerű ikon. Úgy hívják, hogy vagy az a közismertebb neve, vagy a barátságikon. Nem tudom, hogy találkoztatok-e ezzel a képpel. Ez egy 8. századi kopt ikon, ami a Louvre-ban van. Nekem ez volt az egyik új és képem. És ennek az ikonnak az a különlegessége, hogy egészen speciális módon ábrázolják Jézust. Nagyon ritkán szokták így ábrázolni. Egy szerzetes atyával áll együtt ezen a képem. A Ménász atyával, és úgy néz ki ez a kép, hogy, hogy Jézus a kezében tartja az életkönyvét, ahogy egy ikonon szokás tartani. A másik keze elvileg úgy szokott kinézni, hogy a másik kezével pedig áldást ad, és én nagyon szigorúan néz. És ezen a képen úgy van, hogy Jézus tartja a könyvet, ott áll mellette ez a ménaszatya, akinek átkarolja a vállát, és a ménaszatya adja az áldást, amit azzal a gesztussal, hogy ezt Jézus tenni hogy teljesen össze vannak fonódva, mint két jó barát. Nekem az jutott róla eszem, hogy olyan ez az ikon, mint egy ilyen osztálykiránduláson készült kép, amikor egy két jó barát egy átlő egymás vállát, és akkor mutat valami vicceset, valami nem tudom mit, speciális kézjelekkel. És szóval ez egy nagyon-nagyon bensőséges és nagyon jó kis kép, én nagyon-nagyon szeretem. Jézus azt mondja, hogy hogy barátaimnak mondalak benneteket, mert minden tudtatokra adtam, amit atyámtól kapt, hallottam, atyámtól kaptam. Párbeszédben van velünk Jézus. Elmondja nekünk azt, hogy mi az, ami számára fontos, a, 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 amit ő az atyától hallott, és továbbadja nekünk. Nekem ez az Istennel kapcsolatos egyik ilyen nagy élményem, hogy, hogy ő így működik hogy nem erről tett, nem erről ködik, hanem felkínál, nyitott, és kész elfogadni azt, hogy én elutasítom őt. Amikor az Istenről gondolkodom, akkor olyan kép van bennem, hogy mint amikor így valaki kinyújtja a kezét, hogy tessék, itt vagyok. Vagy hogy nyújtja a készfogást, hogy tessék, itt vagyok. És akkor rajta múlik az, hogy én azt mondom, hogy oké, okay, megfogom a kezedet, vagy kezet fogok veled, Egyébként nagyon szép az a imádkozó gesztus, amikor ugye így imádkozunk papok, meg vannak közösségek, ahol így szoktak imádkozni. Ez a kéztartás, ez, ezben benne van éppen ez a mozdulat. Ez a kisgyereknek a kéztartása, amikor az apuka felé nyúl, hogy apu, fogd meg a kezem, vagy anyukám, mert most éppen el akarok esni, és megbízok benne. Tehát ez a, Istenben benne van ez az apai és anyai vonás, mind a kettő. Még ha mi atyáknak is mondjuk az imádságban, de őben az, az benne van mind a kettő, a férfi és a női vonás. És ez a, a gyereknek a mozdulata. most tudom, hogy ott a kezedésén megfogom. Vagy most hallottam, ez is nekem nagyon tetszett ez a kép, hogy a állítólag a zsidó emberek, én nem tudom, úgy imádkoznak, hogy így van a kezük hogy, amikor, hogy abban tudják, hogy az Isten beletesz valamit. Hogyha ők kérnek, akkor kapni fognak. Ezzel a meggyőződéssel fordulnak a, az Isten felé. Az Isten kinyújtja felém a kezét, és én megfogom az ő kezét. Vagy elutasítom. Ez a nagyszerű abban a szabadságban, ahogy, amivel az Isten megajándékozott bennünket, és igazából ezt hívjuk úgy, hogy kinyilatkoztatás. Isten nem csinált más, mint hogy beszélt magáról. És azt mondta, hogy tessék, itt vagyok. Ilyen vagyok. A szeretett kapcsolat felkínálása. Gondolkodtam azon, hogy mi az a kép, ami, vagy mi az a gondolat, ami, ami számomra összeköti ezt a három pápát. Szent második János pápát, XVI. Benedek pápát és Ferenc pápát. Biztos, hogy sok mindent lehetne találni az ő életükben, hogyan kapcsolódnak össze, mi az, ami rájuk jellemző. Én egy szempontot emeltem ki, ami úgy, úgy megragadott bennük. És így fogalmaztam meg, hogy ők párbeszédes pápák. A párbeszéd pápái. Ugye Szent második János Pál pápa rengeteget írt. Rengeteg apostoli levelet, enciklikát, pápai üzenetet, mindenfélét. Rengeteg, rengeteget. És gondolkodtam azon, hogy ez miért volt jó neki. És azt találtam ki, vagy azt találtam meg magam számára, hogy azért, mert ő mindenkit meg akart szólítani. Ő írt az egyetemistáknak, az orvosoknak, a dolgozóknak, a nőknek, a papoknak, a családosoknak, a, a tömegkommunikációban dolgozóknak, és még lehetne akár meddig sorolni. Mindenkinek akart érni, és mindenkit meg akart szólítani. És hogy mindezt azért csinálta, mert segíteni akart érteni azoknak, akik az egyházban vannak. Leginkább ezek az írásai, ez a, ezek a hívő embereknek szóltak, vagy a hívő embereket szólították meg. És arról beszélt, hogy ahol te vagy, amit te csinálsz, abban te hogyan tudsz, keresztény emberként élni? Hogyan tudsz katolikus emberként élni? Hívő emberként élni? Aztán 16. Benedek pápa. Számomra szóval mindig érdekes, hogy ő valahogy úgy nem volt népszerű. Ez fogalmazott meg, hogy János pál pápa is, meg, meg Ferenc pápa is kicsit olyan nagypapák. Hogy ránéz az ember, és akkor olyanok, mintha nagypapát látna, és elolvad a szíve, hogy jaj, de édesek, aranyosak, kedvesek, jóságosak, megcsinálnak bármit, és mindenki, hát ez fantasztikus. Hát, hogy ilyet. És hogy Benedek pápa azért nem ez a típus volt. Talán lehet, hogy ez is benne volt, hogy, hogy ő nem volt annyira népszerű. Viszont nagyon nagy dolgokat csinált. Ami talán a külvilág számára elsőre nem volt olyan nagy dolog, vagy nem volt olyan feltűnő, de én, én nagyon nagy dolognak tartottam, ami nála így a párbeszéd gondolataként jelent meg az, hogy ő kereste az kapcsolatot az elszakadtakkal. Nem tudom, tudtok-e arról, vagy hallottatok-e arról, hogy az anglikán egyházból nagyon sokan csatlakoztak újra a katolikus egyházhoz. Ugye beszélünk görög katolikusokról, a görög katolikusok azok a keletiek, akik elfogadták azt, hogy ahogy Péter útod az egyház vezetője. Egységben vannak a római katolikus egyházzal. És most vannak, Benedek pápa óta ilyenek, hogy ha talán jó ez a kifejezés, hogy anglikán katolikusok. Akik az anglikán rítusokat megtartva egységben vannak a katolikus egyházzal. Ez Benedek pápa érdeme. Aztán a II. Vatikáni zsinat után létrejött egy mozgalom, amit leginkább így szoktak emlegetni, hogy löfebristák, akik nem tudták elfogadni a zsinatnak a, a gondolatét, tanítását, hanem ők ragaszkodtak talán azokhoz a gondolatokhoz, amik, amik a zsinat előtt jellemezték az egyházat. Egyfajta szakadást támadt emiatt katolikus egyházunkban. És Benedek pápa velük is kereste a kapcsolatot. És velük is állt létrejött egy közösség. Újra egység. A párbeszéd pápája. És hát itt van Ferenc pápánk. Én úgy jellemeztem, hogy a, a kilépő egyház pápája. Nem tudom, hogy hányan találkoztatok a nagy, második nagy írásával az Evangéli Gaudium, az Evangélium Öröme című ö, apostoli buzdítással, amiben Ferenc pápa folyamatosan arról beszél, hogy örüljünk már egy kicsit. Van egy mondata, nekem nagyon tetszett, azt mondta, hogy, hogy a, olyan rossz látni, hogy a katolikusok úgy járnak az utcán, mintha állandóan nagybőtben lennének, és nem jutott volna elhozzáig a húsvét öröme. Én nagyon kevés mosolygó katolikus emberrel találkozom, tisztelet a kivételnek, de hogy úgy jellemző ránk, hogy mi olyan nagyon komolyak vagyunk. És itt Ferenc pápa azt mondja, hogy hát húsvét van, volt húsvét, hát biztos feltámadt, hát vedezzük fel már az Isten szeretetét, örömét, jóságát, amivel felénk fordul. Kirépő egyház pápája, ugye a média nagyon szereti őt, szokatlan viselkedés egy hivatali embertől, de egy szándék vezeti őt ezzel, hogy ő teljesen természetesen a hitét. Mindenféle anekdoták, történetek születtek már vele kapcsolatosan, hogy hogyan hívta föl a, nem tudom, a régi újság kihordóját, és mondta le az újságot, hogy most már ő Rómában lakik, Argentinában, ne vigyék oda neki az újságot, szóval ilyen mindenféle dolgok. És ebben a dokumentumában nagyon sokszor beszél erről a kilépő egyházról. Hogy lépjünk ki a megszokottságunk kereteiből, és merjünk oda, fordulni, oda lépni a másik ember felé. Így fogalmazza meg csak egy mondatot tőle. Azt mondja, a kilépő egyháza a missziós tanítványok közösség, akik kezdeményeznek, bevonódnak, kísérnek, gyümölcsöt hoznak, ünnepelnek. Ezek mi vagyunk? Ne felejtsétek el, ezek rólunk szólnak. Kezdeményeznek, bevonódnak, kísérnek, gyümölcsöt hoznak, ünnepelnek. És a végén ami talán fontos, hogy azon érdemes elgondolkodni, hogy ez hol érint meg bennünket. Mindez, amiről itt próbáltam nektek beszélni. Ugye a fő mottunk ez a rádépítek. Ráépítek. Vagyis, hogy nem magamtól hiszek. Nem baj, hogyha kérdéseim vannak, hanem az a nem mindegy, hogy hol keresem ezekre a kérdéseimre a választ. Mi az a forrás, amiben én utána nézek az egyházzal, a hitemmel, és bármivel, ami a kereszténységemhez kapcsolódik, ezekkel kapcsolatos kérdésekre? Fölmész a netre, a Wikipédiára vagy bárhova, és utána nézel, egy csomó dolgot találsz, csak nem biztos, hogy az hiteles forrás. Ez az, amit érdemes azért átgondolni. Honnan veszem, mire építem az én hitemet? Mit hiszek el? Kinek hiszek? Ezek fontos kérdések. Aztán egy másik gondolat, ami szintén itt előjött ezekben, hogy, hogy nyitok, nyitott ember vagyok. Vagyis, hogy próbáljam meg megérteni a másikat. Ugye, ahogy mondtam is, a párkapcsolat a titokzatos másik felfedezése. Mindenki titok. Múltkor fedeztem föl magamnak ezt, és azóta a jegyesoktatáson nagy örömmel mondom, hogy, hogy a, szerintem a párkapcsolat az, a, ha párkapcsolatról próbálunk gondolkodni, akkor Jézusnak ez a földbe rejtett kincsről szóló példabeszédét érdemes elővenni. Szerintem ez egy annyira jó kis példázat ehhez. Hogy ugye van az az emberke, aki kincset keres, valahogy a földjébe, vagy, vagy a földjébe talál egy, egy, egy kincset, és elad mindenét. Csomó dolog volt biztos, ami fontos volt addig neki, de mindent elad, hogy azt az egyet megszerezze magának. Mert az a legfontosabb sokféleképpen lehet értelmezni, de akár így is lehet érteni ezt a szent részt. Hogy amikor rátalálok az igazira, akkor semmi nem lesz más fontos, csak ő. Próbálom érteni és felfedezni a másikat. És a harmadik ilyen gondolat, hogy párbeszédben vagyok. Meghallgatok és megosztok. Meghallgatom, mit mond a másik, és megosztom vele azt, ami az enyém, ami az én örömem. Én arra hívlak benneteket, hogy ezeket próbáljátok felfedezni magatok életében. Mire építek, hogyan nyitok, és hogy hogyan élem meg a párbeszédeimet. Mit tudok adni a másiknak? Zárásként Ferenc pápa imádságát szeretném felolvasni nektek. Mint a kettő nagyon jó, azért kereskedte. Szűz és anya Mária, te, aki a lélektől indítva befogadtad az élet igéjét, alázatos hited mélységében, amelyet maradéktalanul odajándékoztál az örökké valónak, segíts, hogy mi is kimondjuk a mi igenünket, most, amikor minden eddiginél jobban meg kell szólaltatnunk Jézus örömhírét. Te, aki beteltél Krisztus jelenlétével, Örömet vittél keresztelő Jánosnak, aki felújongott anyja méhében. Te újongó lélekkel énekeltél az Úr csodálatos tetteiről. Te, aki szilárd maradtál a kereszt alatt rendíthetetlen hiteddel, és megkaptad a feltámadás örömteli vé végasztalását, összegyűjtötted a tanítványokat a lélek várásában, hogy megszülesen az evangelizáló egyház. Nyerd el számunkra a feltámadottak új lelkesedését – hogy elvigyük mindenkinek a halált legyőző élet evangéliumát. Adj nekünk szent bátorságot új utak kereséséhez, hogy mindenkihez eljuthasson a soha el nem múló szépség ajándéka. Te a figyelmes hallgatás és szemlélődés szüze, a szeretet anyja, az örök mennyegző mennyasszonya jár közben az egyházért, meg, melynek te a legtisztább ikonja vagy. A soha benezárkozzon és meg ne álljon, az ország építésében irányuló szenvedélyében, új evangelizáció csillaga, segíts nekünk, hogy felragyogjunk a közösség, a szolgálat, a lángoló és nagy lelkű hit, az igazságosság és a szegények iránti szeretett tanúság tételében, hogy az evangélium öröme eljusson a Föld végső határáig, és annak egyetlen peremvidékese nélkülözze világosságát, az élő evangélium anyja, a kicsinyek örömének forrása, könyörök érettünk. Amen. Köszönöm a figyelmet.